A Kárpát-medence örökségturisztikai atlasza egyedülálló, különleges és hiánypótló alkotás, melyet az ünnepi könyvhét alkalmából a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban mutattak be. A kötet több szempontból is kiszolgálja az olvasóközönséget, hiszen a térképészet iránt érdeklődők az utazók, de a történelmi múltat kutatók is haszonnal forgathatják. Mivel új kiadványról van szó, és azért az úti könyveknél nagyon fontos, hogy új legyen, friss legyen, hasznos információkkal legyen ellátva. Természetesen fellapoztam a környékünket érintő részt, és megjelenik már benne a Magyar Nyelv Múzeuma például, ami esetleg korábbi úti könyvekben még nem történt meg. Az atlasz a Kárpát-medence évezredes épített örökségét mutatja be történelmi, térképészeti és tudományos alapossággal. Különlegessége, hogy a térképszelvények egymás mellé helyezve egy-egy terület 1914-es és 2014-es állapotát mutatják be. Amint egy 1000 szócikk lényegre törően és közérthetően ír a nagyobb kulturális értéket képviselő műemlékekről. A kötet egyik szerzője, dr. Csorba Csaba történész azt mondta a bemutatón, nagy munka volt összeállítani az atlaszt, de megérte, mert hatalmas értéket képvisel. Nem csak a régi Magyarország, hanem a hozzá kapcsolódó olyan területek, amelyek hát az atlaszba még a térképlapokra belefértek. Ott vannak, tehát ez körülbelül nem is 22-24 ezer, hanem legalább 30 ezer település, és azoknak is természetesen az emlékei. Tehát azt jelenti, hogy Csehországnak egy jelentős része, Ausztriának jelentős része, szinte egész Szlovénia, Horvátország természetesen, ezen kívül Bosznia-Hercegovinának jelentős része, Szerbiának jelentős része, Romániának nagy területei, Ukrajnának jelentős területei, és még Lengyelországból is valamennyi, és az ott lévő fontosabb emlékek láthatók. Ez egy iszonyatos munka volt, hát csak maga a térképészeti munka az rettenetes. Néha egy-egy pötty, hogy hova kerüljön, ez órákig tartott, míg sikerült kideríteni. Az atlaszban Sátoraljaújhely és Sárospatak is szerepel. A 2014-es térképeken piktogramok jelzik a műemlékeket, legyen az egy apró templom vagy egy hatalmas kastély. Ez a kiadvány autós térkép, történelmi helységnévtár és képes lexikon is egyben. Hasznos segítség lehet egy-egy utazás megtervezéséhez, de azok is szeretni fogják, akik arra kíváncsiak, hogy mit tudtunk megőrizni abból, amit őseink hagytak ránk az évezredek alatt.